orvoslás egyik legkomplexebb szakterülete a sebészet. Doktor úr, mikor van szükségünk arra, hogy sebészhez forduljunk? A sebészekre azt lehet mondani egy picit elfogultan, hogy egy sebész egy jó belgyógyász, aki még operálni is tud. Vagyis nekünk először diagnózist kell hozni, és amikor látjuk azt, hogy ezt nem a belgyógyászati, vagy úgynevezett konzervatív módon lehet megoldani a betegséget, akkor jön a sebészeti megoldás. Milyen területei vannak a sebészetnek? Az egyik az, hogy testtájékonként el lehet választani a sebészeti területeket, ugye akár az agysebészet, a szívsebészet, mellkassebészet, hasi sebészet, vagy általános sebészet. A másik meg az, hogy akut vagy nem akut, vagyis hogy váratlan helyzetet kell megoldani a sebésznek, vagy egy olyan állapottal jelentkezik a beteg, aminek van elég időn kivizsgálni, fölkészíteni, és aztán úgymond elektív módon a műtőbe juttatni. És akkor jön az, hogy milyen technikával operálunk. Melyek a leggyakoribb megbetegedések, amik sebészeti beavatkozást igényelnek? Nem mindegy az, hogy egy beteg milyen rendelőből, milyen betegséggel kerül műtőbe. Talán a leggyakoribb betegség a sérbetegség, sérsebészeti megoldása, epekövesség, aranyeresség, visszeresség, és akkor utána a sebészetnek a határozott kérdései, ugye mondjuk az emlőbetegség, a pajzsmirigybetegség, már egyre ritkább, illetve ott már specializáció van. Mennyire gyorsan változott a sebészet, illetve a sebészetben használt műszerek és beavatkozások? Az elején az volt az egyik nagy probléma, hogy a betegséget hogy oldjuk meg, mondjuk egy vakbélműtétnél, hogy veszük-e a vakbelet. A föltárás, a behatolás az nem volt kérdéses. Viszont amikor a betegségből már gyógyult a beteg, kiderült az, hogy a feltárt terület vagy a behatolási terület sokkal súlyosabb problémákat okozott. Ennek a fejlődése során derült ki az, hogy meg kell próbálnunk úgynevezett minimálinvazív módon, vagyis nem drasztikusan, nem heroikusan behatolni a hasüvegbe, és ugyanazt a műtétet elvégezni viszont a hasüvegen belül. És az első technika, amiről beszélek, az a laparotómia, vagyis a hasüreg megnyitásra nyitott technikával, és a laparoszkópia, az új, a modern, ami már arra törekszik, hogy a beteg legkevesebbet élje meg ebből a sebészeti beavatkozásból, viszont a műtéten átessen és az ellátás megkapja. Laparoszkópia most már több tíz éves múltra tekint vissza. Tulajdonképpen az alapelve a száloptikás kamerarendszereknek a hasüregbe való bevezetése, vagyis nagyon pici behatolásból ugyanazt azt a látképet kapjuk, mint hogyha fölvágtuk volna a beteg hasát. Azt gondolom, hogy kettő nagy területre képződött tovább a laparoszkópos sebészet. Az egyik az, hogy már a megnyitás nélküli sebészet, vagy a természetes testnyíláson keresztüli sebészet, amikor egyáltalán nem történik a has falon keresztül behatolás, a másik meg ugye visszatérünk a száloptikás rendszerre, a hasüregbe való minimálinvazív behatolási technikával, viszont már nem ember által, hanem ember által asszisztált, de robotok által végzett műtét. Ugye ez a Da Vinci robot, ami már az Európában több kórházban és országban is működik. Azt hiszem, ez a jövő. Hogyan zajlik egy laparoszkópiás műtét? Laparoszkópiában benne van az a szó, hogy laparó, ami hasüreget vagy hasat jelent. Ettől kezdve a laparoszkópiát csak hasüregen belül műtéteknél végezzük. Na most laparoszkópiás műtéteket hasisebész végez, illetve haladó laparoszkópiás végzettsége bíró hasisebész. A leggyakoribb tervezett műtét szerintem a mai napig az epeműtét. Nagyon-nagyon markáns különbség egy hagyományos epeműtét és egy laparoszkópos műtét között, amit megél a beteg. Egy hatalmas vágás kellett régen ahhoz, hogy az epeolyagot elérjük, és ezt viszont kiváltottuk egy-két centiméteres sebekkel. Az egyik leglátványosabb műtéttípusa az a vakbél műtét, amit most laparoszkópiával végez minden kórház szerintem Magyarországon. Itt is kicsi behatolás, az egyik lényeges változás, a másik meg az, hogy egy fertőző kórképről beszélünk, ahol fertőző ágensek vannak, és nem mindegy, hogy a föltárás egy nyitott seben keresztül történt, és ettől kezdve felülfertőzzük a sebet, vagy egy steril portrendszeren keresztül, és ettől kezdve elkerülhetjük a műtét utáni sebgyógyulási szövődményeket. Doktor úr, hogy látja, milyen a magyar társadalom egészségi állapota a sebész szemével? Én nagyon pozitívan élem meg a változást, amit az utóbbi években tapasztalok. Van egy új generáció, akik nagyon egészségtudatosak, és foglalkoznak az egészségükkel, és az egészség megőrzésével. És nagyon sokszor úgy jönnek, hogy egy korai diagnózissal, egy korai stádiummal, egy nem elhanyagolt vagy előre haladott állapotban, és nyilván ez a beteg szempontjából is nagyon fontos, de az a gyógyító oldaláról is, mert nekünk sokkal könnyebb meggyógyítani, megműteni valakit, akinek nem egy nagyon végleges stádiumban lévő betegsége van. Együttműködő partnerünk a MOM Szent Magdolna Magánkórház.